Erdélyből és Budapestről is érkeztek vendégek Tomaj Monostorra, ahol a gyermektábor keretein belül számos programon részt vehettek a látás, a hallássérült, illetve a mozgáskorlátozottak és a nem fogyatékossággal élő gyermekek. Hát nekem a kedvencem az például azt hiszem, hogy a tegnapi lovaskocsizás volt, de ma például motoroztunk, igen, volt olyan is, hogy medencéztünk, kirándultunk a Hortobágyi Nemzeti Parkban, és sok mást is csináltunk még. A gyerekek nagyon jól érezték magukat Tomaj Monostorán. A tábor részleteiről Gazdi Kati, a Magyar Látássérülteknek Magyar Iskolát Alapítvány kuratóriumi elnökét kérdeztük. A mi alapítványunk tavaly októberében indult, ez volt az első táborunk, illetve az első olyan kezdeményezés, ami nagyobb munkálatokat, feladatokat igényelt. Számtalan segítőt kaptunk ezen az úton. Hálásak vagyunk Tomaj Monostorának és mindenkinek, aki támogatott és segített minket ebben, ennek a tábornak a megvalósulásában. A táborban jelen volt Gyulainé Túró Melinda, Tomaj Monostora község alpolgármestere is, aki riporterünknek elmondta, hogy fél évvel ezelőtt kezdtek egy baráti beszélgetésen erről az ötletről tárgyalni, és gyümölcsöző megbeszéléseket folytattak, aminek eredménye az az egyhetes itt tartózkodás. Több mint 40 főt láttak vendégül itt Tomaj Monostorán. Személy szerint a táborban én nem vettem részt, tegnap délután látogattam el őket, de a faluban híre járta, hogy itt milyen csoport tartózkodik, és a helyi vállalkozók is megmozdultak, segítettek ki, mivel tudott. Az önkormányzat is beszállt és támogatta, kirándulni vitte a gyerekeket, és Kecskeméti Zoltán, a Tomai Vendégház tulajdonosa adott helyet ennek a csodálatos kezdeményezésnek. Pedagógusként azt gondolom, hogy csak csodálni tudom a pedagógiának ezt az igazi inkluzív megvalósítását, ahol egészséges és sérült gyerekek is találkoztak, és hát tanúbizonyságot tettek arról, hogy ez az igazi egymás segítése és támogatása. Példaként kell, hogy szolgáljon minden felnőtt és gyermek, egészséges felnőtt és gyermek előtt is. És nagyon-nagyon gratulálok az ötletgazdának, és azt kívánom, hogy sikerüljön az álmait, a terveit megvalósítani. Józsa István Kolozsvárról érkezett, a Kozmuca Flóra hallássérültek speciális iskolájából, ahol nagyon sok gyerekkel, hallássérült, autista, Down-szindrómás gyerekekkel foglalkoznak. Őt is megkérdeztük, hogy érzik itt magukat a táborban a kolozsvári gyerekek. Nagyon nagy élménnyel térek vissza Kolozsvára. A gyerekek, akikkel eljöttem, Zölde Balázs és Margitka, Lőrinc Margitka, ők mindketten hallássérültek, és elképesztően gyorsan összebarátkoztak a mozgássérültekkel is, a nem látó gyerekekkel, és már első nap ilyen barátságok alakultak ki, úgyhogy csodálatos élmény. Amit még mostanig senki nem említett, én nagyon nagy elismeréssel vagyok az anyukák iránt, akik elhozták a gyerekeiket, és akik nagyon nagy türelemmel, nagyon nagy odaadással rendezik őket, és segítőkészek voltak élelemfelszolgálásnál mindenfele. A szervezőknek csak gratulálni tudok, egy ilyen tábort megszervezni és ilyen sikereket elérni, ez egy csodálatos dolog. És gyerekekkel foglalkozni mindenképpen csodálatos dolog. Én úgy érzem, hogy ez egy áldás az én életemben, hogy gyerekekkel tudok foglalkozni, és remélem, hogy ennek folytatása lesz. Gazdi Kati, a Magyar Látássérülteknek Magyar Iskolát Alapítvány kuratóriumi elnöke riporterünknek elmondta, a nagy sikerre való tekintettel jövőre is szerveznek ilyen tábort. Bízunk benne, hogy folytatás lesz. Mi azon fogunk dolgozni, azt gondolom, hogy a holnapi naptól már, hogy megvalósítsuk a következő tábor anyagi és mindenféle biztosítékát, hisz egy ilyen tábor nem könnyű sem megszervezni, és nagyon sok anyagi támogatásra van szükségünk ahhoz, hogy ezt a színvonalat tudjuk tartani, de hát nyilván az lenne a cél, hogy a gyermekállományt idővel tudjuk bővíteni, és nem csak ennyien, hanem még többen
lennének majd a kulcstáborokban. Ez lenne a mi álmunk.